Sziasztok, Falan vagyok, és ez egy újabb Happy Bukta videó lesz, és én leszek a főszereplő benne, a VK3001H-val, ami ugye a 6. szintű közepes tankja a németeknek. És hát mindjárt az elején láttam, hogy nagy bajba leszek, hiszen a csapatom, itt most ugye nem látjuk, mert most nem az X-Filmen keresztül indítottam el, de gyakorlatilag tiszta piros emberekből állt, ami ugye az X-Filmben azt jelenti, hogy nagyon-nagyon rossz játékosok. És én voltam az egyetlen zöld, illetve ilyen kék játékos itt. Úgyhogy gondoltam, hogy ha ezt meg akarjuk nyerni, akkor az én vállamon fog nyugodni. És hát majd mindjárt látni fogjuk, hogy vajon ez mennyire sikerült. Tehát mivel ugye ez a Happy Bukta videó, gondolhatjátok, hogy annyira talán nem. De közel jutunk hozzá, azt elárulom. Na hát a pálya, az sport. És igazából én azt szoktam ilyenkor csinálni egy olyan tankkal, hogy a VK3100 az gyakorlatilag egy mesterlövész. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan, mint hogy egy TD-t játszanánk, csak közepes tanknak van álcázva. Egy nagyon pontos, jó átütésű ágyúja van, egy kicsit hasonló játék stílusa talán a Hell 2-héz egyébként. Az a különbsége, hogy több élete van, ez egy kicsit lassabb, és mégsem annyira jó az ágyúja. Viszont úgy összességében mégis olyasmi egy kicsit az érzés, ezért följövök szépen ide a hídra, mert a rossz játékosok egyébként az NFL csapatában is elég sok volt belőlük. Azok gyakran egyszerűen csak hogy áttörnek ott a hídnál, és egy ilyen messzire látott tankkal, ugye rajta van a távcső is, néha lehet látni, hogy itt a hídon jönnek keresztül, és az oldalukra szépen át lehet lőni. De mivel most nem látok semmit, és a társaim nem mennek felfedezni oda a híd környékére, ezért elindulok közelebb, hogy mégiscsak tudjak valamit alkotni, nem érdemes ott fönt kempelni sokáig. Na, és meg is látom az elsőt, egy M7-est, sajnos eltűnik. Ugye ez azért van, mert sajnos senki nem ment scouton, senki nem ment különösebben előre, illetve hát a nehéz tankjaink mennek arra, ők viszont lassan érnek oda. Úgyhogy ez probléma. Az eloszlás, ha megnézitek a minimapet, akkor látjátok, hogy egész jó. Tehát mennek nehéz tankjaink balra, nagy része a nehéz tankjainknak jobbra, ami tulajdonképpen jó, mert a ilyen viszonylag rossz játékosok esetében, mint ugye ez a csapat mind a két oldalon, általában mindenki ott a 089 sávon próbál áttörni, és ezért viszonylag minimális erő elég ott bal oldalt. Na hát meg is látom őket, a kerítés az útban van, úgyhogy én odalövök egyet, hogy reménykedek, hogy lelövöm a kerítést, és akkor átmegy, de hát ez egy KV1-es, azt még az én 150-es átütésemmel sem olyan egyszerű átlőni, hogyha nem megfelelő szögben áll, már pedig ő, bár nem szándékosan szerintem, de elég jó szögben állt be nekem. Volt egy KV1-S is, viszont a sziluettjéből láthatjuk, hogy ez egy alaptorony, illetve egy alap ágyú, valószínűleg talán robbanó lövedékes, azzal onnan nem nagyon fog engem eltalálni, úgyhogy ez talán nem gond. Egy-egy az állás, egy Cromwell-t vesztettük még egy T49-es, tehát inkább adnék egy T49-es egy Cromwell-ért, de hát ez van. Na nézzük, mi lesz itt. Azt látom, hogy a csapatuk nagy része jobb oldalt jön, tehát nekem mindenképp innen kell kempelni. Ha megnézzük az eloszlásunkat, egy nagy probléma van vele, az pedig az, hogy két oldalt rengeteg tank, és középen egyedül én. Tehát igazából az az ideális eloszlás, hogyha mind a két oldalon elég erővel vonulunk föl, de azért a közepet is vigyázni kell, nem egyszer veszettem a meccseket azért, mert mindenki szépen ment jobbra-balra, és utána középen meg bejöttek és elvesztették a meccset. Na most ott egy KV1-es, és a célunk az, hogy lelőjük az olajtartályát, az első lövésen mindjárt el is találja és felgyújtottam szegényt. Szívás. Ez a legnagyobb baj egyébként az orosz nehéz tankokkal, hogyha ezt az olajtartályokat, amik ott hátul vannak a testen, hogyha ezt eltaláljátok, akkor kapásból felgyújtott szegényként. Tehát elég jó esélye van rá. És az első képünk megvolt, szépen felgyújtottuk az ellenfelet, ott még egy M7-es mozog, reménykedek, hogy ott elkapom, amikor átmegy és puf, meghalt. Ez a második kill, 4-3 minden szép és jónak tűnik. Szerintem van egy nagy probléma, hogyha elnézzük a minimapre, hogy ezt a JK szektor, illetve a HJK szektorban, ott a jobb alsó sarokban, ott a piros pontokat látjátok, az a dombos terület az az övüké. Na most az igazából a miénk kéne, hogy legyen, ott kéne egy-két közepes tankunknak állni, sajnos ez nem történt meg, talán azért, mert nincsenek is nagyon közepes tankjaink. És így hát igen jól lövöldözési lehetőséget biztosítunk nekik onnan. Reménykedek, hogy talán el tudom találni ennek a másik KV1-esnek is az oldalát, de hát ez nem jött össze. És itt jön a KV1-S, a robbanó lövedékes ágyúval, aki igazából nem lát engem szerencsére, úgyhogy szépen lövöldözhetem az oldalát, és most a hátulját ezért nem tudom lőni, mert ott van valami, ami az utamat állja. De igazából ez itt teljesen működik itt is, és hopp, felgyulladt megint csak. Látjátok, milyen szépen tudnak égni ezek az orosz tankok, igazából tábortüzet lehetne rakni rajtuk néha. Úgyhogy ezért is, tehát az orosz tankot játszatok, sosem mutassátok az oldalatokat az ellenségnek, mert ez lesz az eredmény. Illetve mindig vigyetek magatokkal, mi az
tűzoltó felszerelést írtam, jutott eszembe a szó. És ott egy Cromwell alaptoronya, itt meg egy Churchill, 5 hét az állás, nem fest túl jól a dolog. Cromwell még elbánok, főleg mivel onnan nem fog engem látni. Itt a bokrok mögött üldögélek, és azért elég messze vagyok. Ideális esetben a bokor mögött 15 méterre állnék, úgyhogy hogy a bokrok ne legyenek átlátszóak, úgymond, amikor lövök. Majd egyszer csinálok egy videót erről, mert nagyon sokan rosszul csinálják ezt. Viszont annyira messze vagyok itt most, hogy ezzel nem nagyon foglalkozok, inkább egyszerűen csak szeretnék lövöldözni. Úgysem látnak meg. Viszont a kávéjegyet előről nagyon nehéz átlőni. De azért ebből a szögből abszolút nem próbálja szögbe állítani a tankot. Hogyha eltalálom az alját, akkor mindig át fog menni. Így van, főleg, hogyha elfordítja a turretjét, a toronynak az oldalát igen könnyű átlőni. 8-10 az állás, bal oldalt teljesen elvesztettünk, és azért indulok el előre, mert tudom, hogy egyedül nem fogom tudni feltartani azokat a nehéz szavakat, akik mögöttem jönnek. Az egyetlen esély ilyenkor, és szerény véleményem szerint az, hogy gyorsan el kell pusztítani az egész összes ellenfelet jobb oldalt, hogy át tudjunk fordulni a balra. Ha kettőjük között találjuk magunkat, akkor szinte garantáltan veszíteni fogunk. Egyébként ezzel a ponton már szinte garantált, hogy veszíteni fogunk különben is, de hát ez van. Egy lövés bement a KV1-esbe, és a második az nem. És így életben maradt. Ráadásul van ott egy Cromwell, és tudom, hogy van előttem egy KV1 is. Tudom, hogy nem sok élete van, ezért reménykedek, hogy előre megyek. Egyébként 5 killnél tartunk, 2000 sebzésnél. Hopp, és megtaláltam a Wolverine-t, aki ott van velem szemben, és az első lövésem lepattan róla. Wolverine néha egész jó dolgokat tud lepattintani, hopp, rólam is pattant egy, és meghal. Ez a 6. killünk. És itt van mellettem az a Cromwell, egy lövésre a haláltól. De sajnos a KV1-es engem lő. Ah, és egy HP maradt. Egy HP, na most lelőttem volna. De hát, nem így történt. Akkor elfordíthattam volna a tornyot, és lelőhettem volna a 39 HP-val érkező KV1-est a 8. killemért. De hát sajnos nem így történt. Na most vége a meccsnek az én részemről legalábbis. Három tankunk van, három nehéz tankunk az ő négy nehéz tankjukkal szemben, és most amit szeretnék megmutatni, mindjárt átkapcsolok erre a KV1-esre, ha sikerül. Nem sikerül? Nem, sajnos. De itt, talán összejön. Na, sajnos csak a KV1-et látjuk. Mindenesetre van ott egy KV1-esünk, egyébként mindegyik tankunk piros kategóriás, azt elárulom, és a KV1-es konkrétan talán 500 ratingje van, ami meg is látszik a játékában, vagy már foglalják a bázisunkat. Kedves KV1-es barátunk, még mindig nem mozdul, közben az egy KV1-et, a 39 HP-sat azért azt lelövik. És itt még esélyünk is lenne, hogyha elindultak volna vissza, főleg ez a KV1-es, ez itt. Ugye én itt közben próbálom nekik pingelni, hogy menjenek, kicsit felgyorsítom az eseményeket, mert elárulom, hogy ez a KV1-es nem mozdul innen. Őt nem érdekli, hogy éppen foglalják a bázist, az utolsó pillanatban majd elindul, de hát igen, ez van. Most már elindul, de hát most már mindegy. És írom neki, hogy már túl késő. És ez szerintem elég jól bizonyítja azt, hogy a rossz játékosok nem véletlenül rossz játékosok az X-Men szerintem, és a legtöbb esetben ez így van. Na, hát azt hiszem itt megvolt az esélyem arra, hogy valami nagyot alkossak, hogyha talán ugye nem egy HP-val hagyom azt a Cromwellt az utolsó lövésemmel, hanem azt lelövöm, és akkor át tudom fordítani a tornyomat. A VK3001-nek a tornya nagyon jól páncélozott, hogyha a szemből talált volna el az a KV1, akkor jó eséllyel lepatintom a lövést, és utána elpusztítom. És akkor teljesen máshogy alakulhattak volna a dolgok. Sajnos nem így történt, mindenesetre közel volt. Na, sziasztok!